Egy világhírű magyar találmányról fogunk mindjárt beszélgetni Bonecz Ervinnel, a 90 decibel projekt vezetőjével, de mielőtt elkezdünk beszélgetni, annyira szeretném a nézőknek elmondani, mert ez annyira megrázó, megmondom őszintén, nem voltam tisztában ezzel az adattal. Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal népszámlálási adatai szerint a látássérültek száma 65 000, 4 és 6 ezer ember veszti el a látását évente Magyarországon. Ez a szám folyamatosan növekszik. Hazánk lakosságának 10%-a él valamilyen mértékű hallás problémával, 60 ezeren teljesen siketek, 300 ezeren súlyos fokban nagyot hallóak. Őket segíti az az applikáció, az az okostelefonos applikáció, amely a színházi előadásokat, operákat és a múzeumi látogatásokat megkönnyíti a siketeknek, nagyot hallóknak és a vakoknak. Bonecz Ervin, aki ennek a fejlesztésében részt vett, egyébként kulturális menedzser és audio narrációkat készít. Úgyhogy nem csak fejlesztő, hanem bent ül a sarokban, a kutricában, és mondja, hogy mi történik a színpadon. Hogy kell ezt elképzelni? Ez két stációból áll, ha mondhatom így. Az előadás előtt egy órával fölvisszük a látássérülteket a színpadra, ahol egy interaktív színpad bejárásban lehet részük. Elmondjuk nekik a díszletet, hogy mi merre, hol helyezkedik el. Ezt megpróbáljuk minél precízebben és érthetően leírni. Valamint beszoktuk kérni az öltöztetőktől azokat a fontosabb jelmezeket és kellékeket, amelyekre a narráció során utalni szoktunk. Úgyhogy van egy friss élményük ezzel kapcsolatosan, egy tapintható élményük, illetve hát akinek még van valamennyi látás maradványa, az valamennyit lát is belőle. Majd az előadás előtt kapnak egy fülmonitor rendszert, és ezen keresztül hallják élőben a narrációt, a követő narrációt. Akadálymentesítés terén mekkora lemaradásunk, akár nemzetközi viszonylatban, vagy az uniós országok tekintetében? Ami azért megdöbbentő, ha egyáltalán van, mert az elsők között írtuk alá az akadálymentesítésről szóló ENSZ egyezmény. Én azt gondolom, hogy az ENSZ egyezmény aláírása után eléggé jól felgyorsultak az események. Természetesen az elején azért volt egy kis döcögés, és hát kellettek hozzá olyan civil szervezetek, meg olyan magánemberek, akik ennek egyfajta lendületet tudtak adni. Tudjuk nagyon jól, hogy a közigazgatásnak sincs erre úgy szabad kapacitása, hogy ezzel értemben tudjon foglalkozni, úgyhogy azért is kellenek azok a szervezetek, akik ezt országos szinten szervezni tudják. De visszatérve a kérdésre, én azt gondolom, hogy az elmúlt 10-15 évben egy igen nagy lemaradást sikerült behozni, és hál' Istennek a lemaradáshoz már pénz is lett rendelve, amiből tulajdonképpen a fenntartatóságot lehet biztosítani. Önök pár évvel ezelőtt emlékeim szerint készítettek egy felmérést a siketek és nagyot hallók között, hogy milyen műfajt szeretnek a legjobban. És állítólag a musical győzött torony magasan a színházi produkciók közül? Igen, torony magasan, majdnem megközelítőleg 100%-ban ezt voksolták. Természetesen jogos lenne a kérdés, hogy dehogy miért. Igen. A musicaleknek általában sokkal egyszerűbb a szövege. Nem akarom ledegradálni a musicaleket, de nem annyira intellektuális a szövegük, mint mondjuk egy prózai. Szórakoztatóipari ezt jelnyelven is sokkal egyszerűbben, érthetőbben át lehet adni, nem fárasztja le őket annyira. Tulajdonképpen tele van a szöveg ismétlésekkel, de ugyanakkor a musical egy rendkívül látványos, tehát vizuális produkció, ami egy siket ember számára kimondottan szemedgyönyörködtető. Ugyanakkor opera narrációjával kapcsolatban is kapott már olyan visszajelzést, hogy felért egy recitatívóval. Szólvastam valakinek a dicsérete volt. Igen, én nagyon szeretem az opera műfajt, én jó magam is annak idején opera énekesnek készültem. Még derülnék ki. Igen. Úgyhogy a klasszikus műfaj nagyon, meg hát az opera is rendkívül közel áll a szívemhöz. Azt gondolom, hogy nagyon jó ritmus érzékkel tudom az operát is narrálni, legalábbis eddig ilyen visszajelzések érkeztek. Mennyire nyitottak a produkciók, az intézmények, múzeumok, színházak, kikkel van állandó együttműködés már erre? Az elmúlt években a színházak nagyon szépen nyitottak, bár sajnos mai napig is vannak olyan megyeszékhelyen levő színházak, akik bezárták a kapukat. Milyen indokkal? Ha valaki nem nyitott erre, akkor mit mond, hogy miért? Nincs rá igény.
Ez nem igaz. Valaki valamikor valakinek a fülébe ültetett valamit, és ez úgy mai napig is ott van, és ez szajkózva van, hogy nincs rá igény, holott ez nem igaz. Tyúk vagy tojás, hogy ne lenne igény, azért nincsenek ott, mert nincs hozzá segítség. Persze. Van segítség, ott vannak. Így van. Tehát igen, nehéz kimozdítani ezeket az embereket, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagy köszönet a Nemzeti Kulturális Alapnak, ugyanis a színházaknak egy külön összeget különítettek el arra, amiből akadálymentes előadásokat tudnak létrehozni. Egyébként épp a múlt héten írták ki a következő évadra a pályázatot, és 8 millió forintra növelték ezt az összeget, ami a kezdeti években 2,5 millió vagy 5 millió forint volt, tehát szemmel láthatóan is növekszik az összeg. A múzeumok viszont azt gondolom, hogy még eléggé gyerekcipőben járnak ezen a területen. Ha már említi ugye a múzeumot, akkor önnek köszönhető meg egy IT-s cégnek ugye ez a közös munka, amivel egy applikációt fejlesztettek ki, talán elsőként a Szépművészeti Múzeumnál, ugye, ami egy QR kóddal működik? Igen, igen, ez egy olyan applikáció, ami a hallássérült látogató jelnyelven kapja meg a kiállított műtárgyról a tárlatvezetői információt, a képek vagy szobrok mellé ki volt helyezve egy kis QR kód, a saját telefonjukkal ezt beolvasták, és feljött egy videó jelnyelvi tolmács kis ablakban, és tulajdonképpen jelnyelven elmondta mindazt, amit egy tárlatvezető mondana el. Miért beszél erről múlt időben? A múzeum bezárt, fölújítás alatt van. Ja, persze, azért. De nagyon bízunk benne, hogy az újranyitást követően ezt újra... Egyébként a többi múzeumnál mi a helyzet? Nem jártunk sikerrel nekünk, mi nagyon optimisták voltunk, hogyha megcsináljuk, hát Magyarország talán leglátogatottabb múzeumában ezt az applikációt, ráadásul ennek nemzetközileg is nagyon komoly híre ment, a londoni Guardian cikkezett róla, mivel volt brit támogatás az applikáció elkészítésében, a brit külügyminisztérium is a csatornáin hírt adott ennek, volt, hogy Argentinából kaptunk megkeresést. Elképesztő. És az argentinok a brit külügyminisztériumon keresztül értesültek erről a dologról. Próbálkoztunk más múzeumoknál is, de egész egyszerűen nem volt rá érdeklődés. Pedig ezt csak egyszer kell megcsinálni, ezt csak egyszer kell elkészíteni, van, nem olyan erőforrás igényes, mint egy színházi produkció. Így van. Így van. Hát sok sikert kívánunk önöknek. Nyissa ki minden múzeum az ajtaját. Önöknek és azoknak, akiknek lehetővé teszik, hogy látogassák a múzeumokat. Köszönjük szépen, és gratulálunk. Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.